Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen das Ungarndeutsche Magazin. Bleiben Sie mit uns. Nationalitätenstipendien für Schüler deutscher und kroatischer Nationalitätenschulen. In Fünfkirchen wurden 12 Schüler vom Geldbetrag beteiligt. Gemeinsam denken, gemeinsam handeln. Geheimnis des Erfolgs vom Järkinger Traditionspflegeverein. Wurst mit Kartoffeln und bayerische Wurst haben die Deutschen in Pereket zubereitet. Im Dorf wurde ein Schlachtfest veranstaltet. Tradition bedeutet nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme. Im Sinne dieses Zitats ist die Heuische Volkstanzgruppe schon seit 59 Jahren tätig. Insgesamt 12 Schüler aus 2 deutschen und einer kroatischen Schule konnten vom Staatssekretär für Kirchen- und Nationalitätenangelegenheiten im Ministerpräsidialamt Miklos Šoltes am Donnerstag ein Stipendium im kroatischen Schulzentrum Miroslav Kreža übernehmen. Aus den Nationalitätenstipendien, um die man sich 2021 bewerben konnte, wurden im Rahmen des seit 2011 wirkenden Förderungssystems dieses Jahr 67 Schüler aus insgesamt 17 Schulen beteiligt. "2010-ben 12 iskolát tartottak fenn nemzetiségi önkormányzatok. Ma ez a szám elérte a 100-at, mondta ünnepi beszédében Šoltes Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Pécsett, a középiskolásoknak odaítélt nemzetiségi, tanulmányi ösztöndíját adó rendezvényen. Pécsett 12-en a Kokvaléria iskola központba, a Lővei Klára gimnáziumba, valamint a Miroslav Kleža horvát oktatási központba járó gimnazisták vehették át az elismerést. Oktatás területén 3 dolgot emelnék ki, ami nagyon fontos, és talán üzenet diákok számára is, pedagógusok számára is, és természetesen nemzetiségi vezetőink számára is. Mindenképp fontos, hiszen nyelv megőrzésében, kultúra megőrzésében maga az iskola, maga a középiskola rengeteget tud tenni. És ezért találtuk ki, indítottuk el a nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjat. Ezért indítottuk el azt a lehetőséget, hogyha már valaki egyetemre, főiskolára megy, és valamilyen szinten nemzetiségi nyelvet szeretne tanulni, illetve valamilyen módon majd később nemzetiségi közösséghez szeretne elhelyezkedni, akár pedagógusként, tanárként, vagy más szakmai területen is, akkor ott nemzetiségi tanulmányi ösztönben részesül a felsőoktatási tanulmányi során is. És a harmadik lépés pedig az az volt, hogy pedagógusunkat, akik titeket tanítanak, titeket nevelnek, őket is megbecsüljük, és ezért vezettük be a külön pedagógus kiegészítő díjat, ösztöndíjat, szabad így fogalmazni, aminek az a lényege, hogy mindenki, aki akár horvát, német, szlovák vagy bármilyen más nemzetiségi iskolában tanít, és persze azt a nyelvet tanítja és bírja is, ők külön díjazásban is részesüljenek. Ez az a 3 pillér, mely az oktatás nevelésben segíti azt, hogy megmaradjunk nemzetiségekben, és meg is erősödjünk. Itt ezen a területen kimondott a nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjat, amit most a fiatalok megkapnak, 2011-ben indítottunk el, és akkor még hát évente 12 tanulót tüntettünk ki összesen az egész országban. Eddig ez alatt a 10 év alatt 272 tanuló kapta meg a nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjat. Az okleveleket elsőként a német nemzetiségi iskolák diákjai vehették át, köztük Pánovics Dániel, aki jó tanulmányi és sporteredményeiért, valamint közösségi munkájáért kapta az ösztöndíjat. Meg szeretném köszönni az igazgatóasszonynak, a helyettesnek, a tanáraimnak, mert egyrészt az ő nekik is köszönhető ez, a tanulmányi eredményemnek, illetve az, hogy minél jobban próbálom ápolni
ezeket a hagyományokat, családban is ápoljuk, és mivel a Kovaléria-ba járhatok, így örülök, hogy az iskola is így segít ebben, és ott is ápolhatjuk. Örülök neki nagyon, és tervben van egy külföldi utazás ennek köszönhetően, ami a nyelvtanulásban is segíthet. Biztos, hogy hasznát fogom venni ennek majd később, akár hogyha a sport kapcsán, mert focizom, akár munka kapcsán biztos, hogy valahogy így szeretnék elhelyezkedni, ahol ki tudom majd ezt használni, hogy németül tanulhattam. Az eseményen részt vett Hoppál Péter országgyűlési képviselő, Englenderné Hock Ibolya, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke, és Gugán Iván, az Országos Horvát Önkormányzat elnöke is. Mint azt Englenderné Hock Ibolya elmondta, nagy öröm, hogy a középiskolások számára elérhető ösztöndíjprogramot kibővítette a kormány, hiszen eddig nagyon nehéz volt csupán egy-egy tehetséges gyereket kiválasztaniuk. Ezek a gyerekek már évek óta nagyon sokat tesznek az adott népcsoportért, most az én esetemben a német nemzetiségért, és nem csak ezen a téren dolgoznak sokat, hanem tanulmányaikban, sport, nagyon széles körű az érdeklődésük, ők példák a többiek előtt, és hogyha őket tudjuk ezzel díjazni, ezzel ösztönözni, az nem csak nekik tesz jót és nekik egy nagy elismerés, hanem a szülőknek is, de a többiek felé mutatja azt, hogy érdemes és kell ezért dolgozni, és kell az adott népcsoportért tenni. Ennyire sokan még soha nem kaptak, tehát az előző években kevesebben kaptak ösztöndíjat, de így a Kovaléria iskola központ esetében ez még nem is olyan nagy létszám, hiszen nagyon sok a tanuló szerencsére, tehát nagyon sok jó tanuló is van, hát ők a legkiemelkedőbbek. Nyilván, úgyhogy nagyon örültünk, hogy 6 tanuló kaphatott. A Lővei gimnáziumból is 2 tanuló, tehát azért az, hogy Pécset 8 német nemzetiségi tanuló kapott ösztöndíjat, én azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy dolog. A 20 hónapon át folyósított havi 30 ezer forintos támogatás, melyet idén összesen 67 tanulónak ítéltek oda országszerte, ösztönzést jelent a diákoknak. Obwohl Jerking kaum 1000 Einwohner hat, zeigt die Begeisterung und Engagement für ihre Siedlung, dass im Dorf 14 Zivilorganisationen tätig sind. Ohne aktive Gemeinschaften gibt es keine den Zusammenhalt stärkenden Erlebnisse. Die erste kulturelle Zivilorganisation von Jerking, der Traditionspflegeverein, wurde 1995 von der Deutschen Nationalitätenselbstverwaltung gegründet. Für die Bewahrung und das Weitervererben der ungarisch-deutschen Traditionen wurde am Tage der Zivilorganisationen die Auszeichnung Zivilorganisation des Jahres im Komitat Dolnau an diesen Verein verliehen. A Györkönyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, Krausz Jánosnéval egy korábbi adásunkban beszélgettünk a Hagyományőrző Egyesület 25 éves történetéről. Most Kuti Imréné, az Egyesület új elnöke mesél jó gyakorlatokról és a jövőbeni tervekről. Itt a hagyományokat próbáljuk átörökíteni, a tutyi kötéstől, nálunk ezt kapcának mondják, de ez okni kötésig, a Berliner kendő kötésig, a zsinórhorgolásig, a zsinórhorgolást azt nem olyan régen fedeztük föl, hogy a Györkönyi viseleteken, a mennyasszonyi viseleteken mindenhol volt zsinór, horgolásból díszítés. Reformáció 500 éves évfordulójára volt a Népművészeti Egyesületnek, az országosnak egy pályázata, és mi arra készítettünk a nyugdíjasok, vagy a kézimunkaklubosokkal egy oltárterítőt, és annyira szép lett, tényleg nagyon szép szerintem, nem azért, mert elfogult vagyok, de hogy a Történelmi Múzeumban fönt a várba is kiállításra került. Úgyhogy ezt azóta is használjuk az evangélikus templomban. Mi azt is megcsináltuk a kézimunkaklubbal, hogy elmentünk egymáshoz, úgy, mint régen a fonókba volt. Előszedtük a régi fonók hangulatát, és akkor akihez mentünk, ott mindig készült valami. Kórusunk szervezi minden évben a mikrotérségi kórus találkozót. Erről a múlt évben készült kórus találkozóról készült egy DVD is, ami a 8. mikrokórus találkozónak a csoportjainak az előadását tartalmazza. Nagyon fontos ez a kórus találkozó is, mert én mindig sajnáltam azt, hogy a kórus nagyon sokat készül egy rendezvényre. A szabadtéren elkezdenek énekelni, és az emberek nem hallgatják őket, hanem mennek. Tehát beszélgetnek, tehát
és szegények ott csak énekeltek, és tényleg hatalmas nagy munka van egy ilyen előadássorozatban bent, és akkor kitaláltuk, hogy akkor legyen egy nap, ami az ő ünnepük, és ez a mikrotérségi kórus találkozó, ahonnan a környékből 8 kórus érkezik, előadják a darabjaikat, és utána itt egy közös beszélgetés, egy vacsora elfogyasztásával eltöltik jó pár vasárnap délután. 1998-ban létrehozták a Teleházat, ami akkor óriási dolog volt. Kaptak 3 számítógépet és volt internet, ezzel kinyílt a világ. Sok sikeres tanfolyamot tudtak indítani. A technika adta lehetőségeket kihasználva pedig színvonalas kiadványokat jelentettek meg. Ez a szakácskönyv a 3., tehát 3 nyomás már vég, most készül a 4. majd tervünkben, de nem, egy kicsit megújítjuk, ugye a dizájnt is kell egy kicsit a mai korhoz igazítani, ezért úgy terveztük, hogyha sikerül támogatást szereznünk, akkor nem egy ilyen egyszerű fekete-fehér, hanem fényképekkel illusztrált receptes könyvet szeretnénk a 4. kiadásnak megvalósítani. Akkor elkészült a Györkönyi viseletek, ami a hétköznapi és az ünnepi viseleteket lehet megnézni. Legsikeresebb programjuk az Így éltünk mi Györkönyben volt, amelynek keretében 15 héten keresztül 15 rendezvény zajlott. Nagyon nagy projekt volt, de szerintem fantasztikus volt. Első alkalommal 40-en voltunk, és attól kezdve így fölment 70-80 között volt mindig a résztvevőknek a létszáma. Akkor, ha például volt a kitelepítés, János bácsi mesélte a kitelepítés borzalmairól, akkor gyertyát mártogattunk, sült krumplit ettünk. Tehát így egy kicsit, hogy mindenki érezze, és a végén volt egy vetélkedő a 15 alkalomból, és a zsűri értékelte, hogy mennyire maradt meg, ami elhangzott. Természetesen további terveik is vannak. Pályázati támogatásból újabb kiadványt szeretnének megjelentetni. Szeretnénk összegyűjteni a Györkönyvbe még felelhető régi györkönyi nótákat, sváb nótákat, és vasárnap délután kezdjük. Akik még ilyen idősebb emberek és tudják ezeket a nótákat, őket hívtuk össze egy csokorba. Megbeszéltük, hogy fölvesszük. Az egyik egyesületi elnökségből a Bog Zsuska vállalta, hogy ő leírja, ő tud fonetikusan írni a sváb nyelvet, és a kórusvezetőnk megígérte, hogy segít abba, hogy lekottázni, úgyhogy így szeretnénk majd egy kiadványt kiadni, de hát még azért sok munka van vissza. Aus der im ungarischen Dorfprogramm gewonnenen Summe wurden Pereked ein Schlachtfest organisiert. An der Veranstaltung nahm die ganze Siedlung teil, Ungarn, Deutsche und Roma. Die deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Pereked hat sich mit Spezialitäten vorbereitet. Neben Blut- und Leberwurst wurden Wurst mit Kartoffeln und bayerische Wurst zubereitet. A farsangi időszak végén, a nagyböjt kezdetén még egy utolsó nagy gasztronómiai fesztivált tartottak Perekeden. 3 nemzetiség, köztük a svábok is hagyományos recepttel, különlegességekkel készültek. A perekedi német nemzetiségi önkormányzat akár csak egész évben most is összefogott és jól felkészült csapattal érkezett a kolbász és hurkatöltő versenyre. A perekedi német önkormányzat 2010-ben alakult, mert fontosnak tartottuk, hogy a faluban még élő német nemzetiségeket összefogjuk. Segítséget kaptunk az ELDI úttól is, mert ugye már működtek német önkormányzatok, és a megalakuláshoz gyakorlati és elméleti támogatást is kaptunk. Nagyon jól működünk szerintem, mert évek óta alatt felépítettük ezt a kis csapatot. Vannak stabil, fix segítőink, 10-15 ember, de a faluvak a lakossága is szívesen részt vesz a programjainkon. Egyik vonalon megyünk a vallási részen. A faluban van egy nagyon szép templom, amit egy sváb asszony építetett a kis spórolt pénzéből. Évi 4 misénk van ott. Ide sikerült a gyerekeket bevonnunk, azzal, hogy az egyetemes könyörgéseket ők mondják. Mondjuk egy ilyen pici faluban, ahol ilyen 150-160 lelkes falu van, ha a misében 30-an vagyunk, az egy nagyon jó arány.
és az, hogy a gyerekek eljönnek, az meg egy még jobb arány. Ezen kívül gyerekprogramokat is szervezünk, én is nagyon szeretek kézműveskedni, gyerekek is hálásak érte, de gasztronómiában is így iparkodunk, azaz egy nagy hívó szó a gasztronómia. A mi udvarunkban van egy kemence, meg egy bográcsozó, és a kenyérsütéstől a kolbászsütésig lepényt csináltunk, svábnokedlit, svábrakott káposztát, most pedig indultunk itt a versenyen, ahol kolbászt töltünk, kettőfélét, elővettük a régi sváb spórolós hagyományokat. Régen ugye kevesebb volt a hús. Nagyon régen, ugye, amikor lesöpörték a padlásokat, elvitték az állatokat, akkor valamit kellett egész venni, és a svábok krumplival dusították a kolbászt, és hamarabb kiszáradt, hamarabb kellett megenni. Nem az egész mennyiséget töltötték meg krumplival, hanem egy kisebb részt, amit hamarabb megettek, és a rendes húsból készült, azt meg föltették a füstre, és elrakták maguknak. De készítünk régi hagyományos sváb húsos hurkát is, és reméljük, hogy azzal is sikerünk lesz. És egy jellegzetes német kolbászat, bajor kolbászat, mert nincs paprika, nem inkább zöldfűszerek vannak, azokkal próbálunk itt kitűnni a többiek közül. Ez az a krumplis kolbász, amiben 8 kg hús van és 2 kg krumpli, és egyébként fokhagyma, paprika, só és egyéb fűszerek. Speciálisan férjem most nagyon készül, mert szeretne a kis csapat nyerni. Ez a bajor kolbász, látszik, hogy ez fehér, nincs benne paprika, látszik, zellert vágtunk tegnap bele, és rengeteg zöld fűszer van, és reméljük, hogy amikor megsütjük, akkor ilyen szép fehér marad. A Perekedi Önkormányzat a Magyar Falu program pályázatán nyert 1 millió forintból szervezte és valósította meg a rendezvényt. Ez egy pályázatból valósult meg, az első disznótoros rendezvényünk. Próbálkoztunk, de úgy látszik, hogy nagyon jól sikerült, mert 22 csapatunk van, amelyik kolbászt és hurkát tölt, mindenki 8-8 kg húst kap, hurka alapanyagot és kolbászanyagot, és ebből 2 kilót vissza kell adni a rendezvényre, és azt itt a helyben meg lesznek sütve, és akik jönnek vendégek, azok meg fogják kapni kóstolóként. A többit meg a csapatok vihetik haza, vagy a csapattársak megehetik. Nem kötelező a disznótor, csak a disznónak tartja a mondás. Perekeden viszont senki sem akart kimaradni a közösségi élményből. Die Hajóser Traditionspflegen der Schwäbische Volkstanzgruppe wurde 1963 gegründet. Im Nationalitätenkindergarten und der Internationalitätenschule der Stadt sind Kindervolkstanzgruppen tätig, in denen der Nachwuchs für die Erwachsenengruppe erzogen wird. Seit 2010 sind die Gruppen durch einen Verein zusammengehalten, dem sich später auch der traditionspflegende Schwäbische Chor anschloss. A hajósi sváb néptánccsoport és kórus összetartó közösség. Számos programot szerveznek. Tőlük származott a hagyományos sváb disznóvágás megrendezésének ötlete is, amelyen idén többen népviseletben jelentek meg. Sőt, néhány táncos az Egyesületek háza előtt táncra is perdült, a kórus pedig sváb dalokat adott elő. A tánccsoport, akik jövőre 60 évesek, minden jobban benne vannak természetesen, nagyon jó kis csapat, nagyon jó összetartás van, és igyekszünk minél több felé fellépni. Ugye 63-ban alakult a tánccsoport, azóta több generáció adja át egymásnak a hagyományokat lényegében. Pár éve csatlakozott hozzánk az énekkar is, az Egyesülethez, és sokszor velük is együtt járunk fellépni. Az óvodában is vannak csoportok, illetve az általános iskolában is, úgyhogy mi megpróbáljuk az utánpótlást nevelni. A sváb néptánccsoport egyik alapítója és koreográfusa Cifra Jánosné Márta néni, aki bár táncolni már nem áll be, de a kórust erősíti, ha kell. Unsere Ahnen sind vom Schwabenland eingezogen in ein fremdes Land. Ott nekem ez az ötletem, hogy felépült kultúrázunk, ugye hajóson, és mindnyáján nagyon örültek nekek, és akkor a környező falvakból hoztak ide csoportokat, táncot, éneket, egyebet,
És akkor én elhatároztam, mikor vége lett, hogy hát ilyet mi is tudunk csinálni. Nekiálltam, elmentem mindig a nánikákhoz, és akkor vittem azt a 10 kilós magnót mindig magammal, és fölvettem a dalokat, a táncokat megtanultam, a házaspárok segítettek, tanítványaimnak a szülei beálltak, és ilyen, utána jöttek a fiatalok automatikusan. Szentlinkter ganz allein, zwischen Steil und Felsen wand, das Edelweiß ganz blutig rot hielt er fest. Wir tragen in Hajós gefundene und in Hajós Spinnstube gesungene Lieder, was wir von unseren Eltern und Großeltern gelernt haben, sowie nicht nur in der Spinnstube, sondern auch im Schweinschlachten, im Abendlandfest. Da ist immer die Ziorgel herausgekommen, weil in jedem Haus war ein Mann, der mit diesem spielen konnte. Und dann haben die Familie miteinander gesungen. Das war eine wunderschöne Zeit. Es war immer für alles Zeit. Und das möchten wir jetzt wieder vorbringen, dass die Leute kommen und dass wir uns gut fühlen. Nach der Pandemie waren wir eingeschlossen, wir konnten nicht singen. Und jetzt sind wir froh, dass wir hier sein können. A hajósiak az úgynevezett fekete svábok csoportjába tartoznak, ünnepi viseletük a fekete. Erősen hatott rájuk a közeli sárköz viselete is, szoknyájuk mintás kasmír, fejfedőjük gyöngyöktől fénylik. A kötény is egy nagyon, nagyon drága, ilyen sejemtaft anyagból van. Látszik, hogy a fölsőnk a leves, ezt levesnek hívjuk, ez egy francia bársony darab. Aztán a gyöngyökön is látszik a nyakláncainkon, hogy azért itt a környékbeli nemzetiségeknél is ezek előfordulnak. A zsebkendő, ugye ez egy általános arab darabja minden viseletnek szinte. Általában monogrammal, vagy pedig a születési évszámmal látták el, és mivel a svábok elég takarékosak voltak, a régi olyan szoknyáikat, amik már kopottabbak voltak, és nem tudtak felső szoknyának használni, ezt piros színűvel beszekték, és ezeket használták akkor a szoknya alatt, és akkor, hogyha mindegyiknek piros az alja, akkor egy ilyen nagyon szép színt adott a virágos szoknyához. Ezt úgy is hívják a svábul is, hogy rot exumide, tehát pirossal beszegett. 50 éves jubileumukon rekordot állítottak. A kisváros 1000 lakosa öltött népviseletet és csatlakozott a táncosok menetéhez. Biztosan jövőre, fennállásuk 60. évfordulóján is sikerül megmozgatniuk a város apraját, nagyját. Ich bedanke mich für Ihre liebe Aufmerksamkeit für heute. Auf Wiedersehen!